Február hónapban is változatos programokkal várja a látogatóit a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény. Többek között Hatházi László és a Körúti Színház előadásán vehetnek részt az érdeklődők. A részletekről Kis Erdei Anna tagintézmény vezető tájékoztatta televíziónkat. Rendezvények tekintetében is kezdetét vette a 2020-as év, ugye az intézmény életében. A Művelődési Központban ugye januárban indítottunk egy újévi koncerttel, ugye ez mára már hagyománnyá vált, hogy mindig az új év kezdetekor az újévi koncerttel kezdjük meg a rendezvényeink sorát. Természetesen nem unatkozunk ebben a hónapban se, de az elkövetkezendő hónapokban sem fogunk, hiszen már most ugye az éves rendezvénynaptárnak a tervezését folytatjuk az irodában, tehát ugye a mi életünkben vannak fogadott és vannak saját szervezésű rendezvények, és ugye ezeket kell oly mértékben összehangolnunk, hogy ne legyenek ugye átfedések a rendezvények tekintetében. A Művelődési Központ számos foglalkozásnak is helyet ad, többek között szenior és gyerektánc csoporthoz lehet csatlakozni. Most például új csoportok is indultak a Művelődési Központban, ugye a meglévő csoportok természetesen tovább folytatják működésüket intézményünkben, valamint lett egy szenior örömtánc csoport, ez egy testi-lelki agytorna az idősebb korosztály számára. Tegnap volt az első próba órájuk, elmondhatom, hogy szép számban vettek részt, tehát úgy néz ki, hogy ez a kis csoport be fog indulni az intézményben. Emellett most elindult egy új tánc, Erdei Zsanett táncoktató tartja ezt, egy héten háromszor, gyerekeknek és tinédzsereknek szól ez a tánc, nála lehet érdeklődni. Természetesen az ilyen külső oktató csoportvezető által indult kis foglalkozásoknak a plakátját mi is ugye közé tesszük az intézményünknek az oldalán, hiszen mi is segítjük, helyet biztosítunk nekik. Az ifjúsági házunkban is folyamatosan a működő csoportok tovább folytatják, rendszeresen járó csoportjaink vannak, ugye ott is. A tagintézmény színház termében Hatházi László önálló estjét, valamint a Körúti Színház Mesehabbal című előadását tekintheti meg a közönség. Február 3-án Hatházi László fogadom a színház keretében érkezni ide az intézményünkben. Első körben 18 órától lett volna ugye az előadása, ez meg is marad, viszont olyan nagy érdeklődés volt, hogy 20 órától is fog tartani egy előadást. Itt az intézményben lévő jegyek már elkeltek, viszont az interneten még lehet, hogy egy-két jegyet még tudnak vásárolni azok, akik esetleg eddig ezt nem tették meg. Február 8 lesz egy Batyus Nosztalgia Bál az intézményben. Ez a egykori Ladányi Lux zenekarnak az aktív tagjai által szerveződő bál lesz. Ugye ebben is természetesen segítünk. Jegyek már kaphatók, 1200 forintos jegyáron itt az intézményben. Már most keltek el jegyek, valamint asztalfoglalással történik a jegyvásárlás. Február 17-én a Körúti Színház fog ismét egy előadást tartani az intézményben. A Mesehabbal című előadást hozzák most, jegyek még kaphatók, 3100 forintos jegyáron. A Művelődési Központ mellett az Ifjúsági Ház munkatársai is várják az érdeklődőket a tavasz folyamán különböző programokkal. Májusban indul például az Utazó Planetárium, melynek keretében a csillagászat alapjaival ismerkedhetnek meg a diákok. Az Ifjúsági Házban is folyamatosan szervezünk rendezvényeket. Azt tudni kell, hogy az Ifjúsági Ház egyébként, tehát folyamatosan vannak csoportok, akik járnak az intézményünkben. Hétvégén is többnyire foglaltak az időpontok, hiszen nem csak olyan rendezvények vannak nálunk, amik esetleg a Facebook oldalunkon vagy plakáton közzé van téve, hanem zárt körű rendezvények is folyamatosan vannak ebben az intézményünkben is. Hétvégén például nagyon sok esetben a fiatalok szokták kibérelni termeinket, és zárt körű rendezvényeket szoktak tartani, de emellett most áprilisban tervezünk egy ilyen utazó planetárium fog hozzánk érkezni. A csillagászat alapjait ismerjük
ismerhetik meg a diákok. 11 előadást fognak hozni, egy előadás 45 perces lesz, és most ennek a szervezését folytatjuk munkatársaimmal. Valamint tervezünk, ugye a tavalyi évben elkezdtük a fiataloknak szóló koncertet szervezni, ugye tavalyi évben meghívtuk HR Flow-t, a Kakas Főző keretében ugye próbáltunk a fő sztárvendég elé olyan előadót elhívni, aki a fiatalok körében ismert, így hívtuk meg ugye Herceg előadót, ugye a kulcsáridnáikat hívtuk meg az ifjúsági házban, ugye egy közönség találkozóra, és ezt a vonalat szeretnénk most az idejében is folytatni. Már most keressük az előadókat, a fiatalok által ugye tudjuk, és közlik felénk, hogy kiket szeretnének esetleg látni az intézményünkben, és májusban szeretnénk még egy ifjúsági házak találkozóját szervezni. Ezt annó 2015-ben már egyszer megszerveztük, nagyon nagy sikerrel, és most szeretnénk ezt újra megvalósítani, és ennek a rendezvénynek is a zárása egy fiataloknak szóló koncerttel fog zárulni.